Nagy szeretettel köszöntjük Pécsi Ildikó Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a stúdióban. Az imént látott darabot Pécsi Ildikó rendezte. Igen. És miért mondtad azt, hogy anyai jó barát? Mert én tudom, hogy ő az, igaz? Bernivel? Hát Berni, hát... Ildi! Berni! Aha. Az az igazság, hogy nagyon kislány volt, amikor találkoztunk. Édesapjával éppen a bongóba tettük az agyunkat. Ráncigálták egymást, nagyon édesek voltunk, és akkor azt mondta, hogy itt jön a kislányom, és őt Berni. És a Bernit megimádtam, és aztán nagyon sokat is dolgoztunk együtt. Most már képzeld el, gyorsan elmondanám neked, hogy a hajnalban fölkeltem a kertbe, kiszedtem ezeket a saját növényeket. Ez nagyon profin van megcsinálva. Hosszan elvágtam egy műanyagüveget, utána még hosszabban elvágtam még egy műanyagüveget, mert ebben víz van. Értem. Úgyhogy most ne önts magadra. Ne borítsam magamra. Ne boríts magadra, de én se rád. Nagyon köszönöm. Majd tegyem ide bele, és ebben van még két CD. Az igen. Egyik az előző, előbb hallott, annak van egy rádiófelvétele, emlékszem, hogy csináltuk a Szűcs Pistivel. Emlékszem. És ez itt van tetőtől tartó, tehát az egész nőuralmat megkaptad. Ezt ha visszateszed jó, vele, visszateszem. Van még egy másik CD, és jó. Még annyit szeretnék mondani, hogy ez gyökérrel van kiszedve. Igen. Ezt a kedves nézőknek is mondanám, mert ez lehet kapni, ez szúnyogot ül. A fehér, igen. A fehér, ez beülteted, ezt beülteted. Komolyan? Most. Igen, és ő előzi a szúnyogokat, és nem is büdös, és nagyon szeret téged, és ez ad mind a tiéd. Ó, Istenem. És ezek saját rózsáim. Rózsa, milyen ritkaság ez van. Szakmai beszélgetésbe csöppentünk bele, mindig erről van szó, vagy azért néha előtérbe kerülnek darabok, instrukciók. De az az igazság, hogy én amikor volt olyan szerencsém, hogy csináltam ezt egy évtizedig, ezt a tácgorziumot, akkor olyan emberekkel dolgozhattam, akiknek a gondolatait, az álmait ismertem. Azt tudtam, hogy ő most milyen állapotba kelt föl. És ez fantasztikus volt. És egy rettenetes hit volt egymás iránt. Tehát az, hogy, és hogy ott, akik ott laktak és voltak, azok is úgy vigyáztak ránk. Tehát a nénikéktől, akik beengedtek bennünket a helyszínre, a gazdaság igazgatónő, az Enikő, aki mindent megtett értünk. Szóval rólunk szólt az élet. És én meg róluk, mert és ez egy fantasztikus szerepe volt az Bernének. Nagyon jó. Én szerettem a kőszívűt is, amit csináltál, mert az is egy nagyon izgalmas dolog volt. És nagyon boldog vagyok, hogy most boldog vagy. Én meg boldog vagyok, hogy te boldog vagy, hogy én boldog vagyok. Igen, ez így van nálunk, ezt tudod? Igen. Írom ezeket a szakmai tapasztalatokat. Szóval anyai jó barát az életben, de volt olyan darab is, amelyben úgy játszottak együtt, hogy az édesanyját alakította, ugye Csiszár Imre. Molière, Danden, György. Ja, tényleg. Na, mit szólsz? Na, látod. Mikre emlékszem? És hát édes Berni, nekem már nem muszáj, én már elmúltam. Hány éves is mondtam, már 75 volt. Igen, ne dermedj le, hogy komolyan Ildi. Igen, nagyon szerettük, és akkor nagyon sokat ott volt nálam is akkor egy kicsikét, mert akkor ez Gödöllőn mutattuk be először. És akkor együtt voltunk. Igen. Nagyon szerettem, szófogadatlan lány volt. Tényleg? Nem az voltál, én szerettem kis volna. Kiskoromban? Vagy nem, mikor színész volt? Nem, a szerepbe. Szófogadatlan, mert azt akartam, voltam, hogy te menjél érdekből, de meg nem akartál érdekből. De hát lehet, hogy igazad van, ma azóta rájöttem. Ugye, látod? Így aztán én is örülök, hogy nem mentem érdekbe. Mi ketten ilyen bolondok vagyunk. Itt most számos személyes élmény előjött, hogyha pusztán művészi vagy színészi szempontból nézzük, akkor Bernadett milyen színművész? Ugye itt előkerült az iménti beszélgetésben, hogy inkább vígjáték, inkább tragédia illik mondjuk műfajilag. Szerintem én elfogult vagyok vele, de azért már lehet adni a véleményemre, elég sok minden van mögöttem, és vele van a munkák is, hogy egy zseniális színésznő. Fantasztikus énekes, fantasztikus hangú énekes, abszolút önfeláld, szóval ő rá vigyázni kell, mert ha a rendező nem vigyáz rá, ő fejest ugrik a kőre, hogyha azt mondják neki, nem szabad, mert kár volna a szép fejéért. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy vigyáztam mindig rád. Igen. De különben is ez a mániám. A színész rendező az félti a színészét, mert tudja, hogy annélkül nem megy semmire. Úgyhogy, és ez betegesen gyönyörű. Amit én külön szerettem benne, hogy egyáltalán soha az életben nem húzta alá. Én tudom, hogy nagyon nehéz. Én itt nagyon sokat köszönhetek a másik műsorotoknak, amelyikben sokat vagyok, mert hiszen rádöbbentettek, hogy én is nagyon szép voltam, de
miután az ember azzal születik, akkor valahogy a Jóisten megkíméli attól, hogy ezzel ő foglalkozzon. Szóval Bernében is az a gyönyörű, hogy ő éli az életét, teszi a dolgát, és nem azért, most miért nézel rá, milyen szigorúan. Mit mondasz? Mondhatok valami rosszat rólad, de nem tudok. Azt tudom mondani, hogy borzasztóan örülök, hogy vele találkoztam. Nagyszerű ember, és akik ismernek engem például szembeülve is, tudják, hogy én nem mondok, nekem már nem muszáj mást mondani, mint amit gondolok. Ő egy kivételesen értékes, nagyértékű színész, aki mindent tud. Hiszen abból, amiből volt egy kis idézet, abból a játékból, Tázgorzőmből, és vígjátékot játszott zseniálisan. Ez egy fantasztikus vígjátéki szerep, ahol kiderítette, hogy a férfiak azok borzalmasan butákok. Aztán be kellett vallani Arany János fordításába, bármennyire is megért Arisztofanész, hogy aztán nem megyünk nélkülük semmire. Mi? Úgyhogy örülök, hogy neked is jutott most egy olyan, akivel nem menj be soha semmire, csak együtt ketten. Nagyon örülök, hogy végre a magyar színház történet. Minden csinyát, vinnyát és nagyon jó szakmai tapasztalatokat. De szeretném elmondani utolsó szó jogán, hogy a csinya-binya az az emberből fakad. Ha nem az emberből fakad, akkor színjátszás és annak nincs hatása. A végszó, a zsenialitás. Nagyon szépen köszönjük, Ildikó, és én akkor szúnyogírtó hatású fehér igen, virágra. Kapod, most, igen, piacon meg tudod venni, tépjünk már ennek egyet, hogy ne roncsa el. De el kell ültetni, parancsolj. Nagyon szépen köszönjük, egy szúnyogot sem akarunk látni a környéken, és ne is zizegjen senki. Elült bálványosra, leviszem, és elültetem.